Jó estét kívánok, sziasztok! Ez itt a Jövő TV Reflektorban című műsora. Én Nótin Tamás vagyok, mai vendégem pedig Véna Szájé Márta, az első kerület párbeszédes polgármestere. Köszöntöm a műsorunkban! Jó estét kívánok, üdvözlöm Önt is és a nézőket is! Jó néhány hónap eltelt már az önkormányzati választások óta. Ön és az önkormányzat számára mi volt eddig a legnagyobb feladat? Egy új testület állt fel, én is egy új polgármester vagyok. Azt gondolom, hogy a legnagyobb feladatunk az az volt, hogy egy egészen új helyzetben átvegyük ennek az önkormányzatnak a működését, működtetését. Úgy kerültünk be októberben a polgármesteri hivatalba, hogy a munkatársaknak nagyjából 20%-a egyszerűen nem volt meg. Nem elmentek, hanem nem is voltak meg. Tehát föl kellett töltenünk a hivatalt munkatársakkal, és azokat a projekteket, amik már el voltak indítva, de nem mi kezdtük, azt se tudtuk, hogy mi volt az előtte levő időszakban, azokat folyamatosan fenntartani és átvenni. Nagy probléma volt például, hogy lejárt a park fenntartási szerződés, és nem volt előkészítve az új szerződésnek az elindítása, nem volt meg a közbeszerzési eljárás. Mondhatnék ilyen példákat, tehát az, hogy folyamatosan fenntartani a munkát, pörgetni a folyamatban lévő ügyeket, tulajdonképpen úgy éltük meg ezt az időszakot, mint hogyha röptében szerelnénk a repülőgépen. Nyilván itt a járványhelyzet is egyfajta kihívás lehetett. Abszolút az volt. Ez ráadásul még annyira is kihívás volt, hogy ebben még a gyakorlott köztisztviselők sem tudtak mondjuk tanácsokat adni, hogy hogyan szokták ezt máskor, mert ilyen nem volt még. Ilyen helyzetben nem kerültünk még, nem csak mi, hanem az elmúlt 30 évben, mióta a harmadik köztársaságban még nem kerültünk ilyen helyzetbe. Úgyhogy egyik pillanatról a másikra kellett átállnunk egy egészen más önkormányzati működésre, egyik pillanatról a másikra kellett kitalálnunk, hogy akkor hogyan hozunk döntéseket, hogyan tartjuk fenn a működést. Ki az, aki bejár, ki az, aki nem jár be, mit zárunk le, hogyan biztosítjuk az egészségvédelmet. Egészen biztos, hogy sajnos a járvány még a következő hetekben és hónapokban is munkát fog adni. Na, de nézzük azt talán, hogy mi a helyzet az elhíresült budavári ingatlanok ügyével. Az önkormányzati választások előtt elég sokat lehetett hallani, hogy kik, hogyan, miért és mennyiért szereztek ingatlanokat. Mi a helyzet most a budavári ingatlanok ügyével? Azt történt, hogy az első egy-két hónapban átnéztük az egész önkormányzati bérlakásszerződés állományt, és kiválasztottuk azokat a szerződéseket, amikkel kapcsolatban hát kérdések merültek föl. Ezeknek a szerződéseknek egy részéről azt gondoljuk, hogy fennáll a gyanúja annak, hogy valamilyen jogsértés történt, vagy áll fenn, és ezek közül kettőt benyújtottunk a bíróságra. Tehát perre vittünk. Pillanatnyilag most ott tartanak ezek az ügyek, hogy várjuk a bíróság válaszát, hogy elindítják ezzel kapcsolatban az eljárást. Ha már ingatlanokról beszélünk, akkor most, hogyha jól tudom, akkor az első kerület éppen most készített el egy felmérést, kérdőíveket, az Airbnb lakásokról. Mi ennek a felmérésnek a célja? Most nyáron fogadott el az országgyűlés egy törvényt, amelyben felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy meghatározzák, hogy évente hány napon keresztül lehet rövid távú lakáskiadással hasznosítani a lakásokat. Ugye ez egyfajta szállásszolgáltatás ma Magyarországon. És mivel az önkormányzat most megkapta ezt a lehetőséget, végig kell gondolnunk, hogy akarunk-e így szabályozni, ha akarunk, akkor hogyan akarunk szabályozni, tehát hány napot akarunk mondjuk engedélyezni. Ezzel kapcsolatban tart az egyeztetés szakmai szervezetekkel és a fővárosi önkormányzattal és a főváros többi kerületével is. Nyilván itt nem tudunk mi kiszakadni a fővárosból, benn vagyunk a város közepén. Tehát annak alapján szeretnénk döntést hozni, hogy minden szereplővel egyeztetünk, és ennek része a lakossági egyeztetés is. Én nagyon hiszek a részvételi demokráciában. Azt gondolom, hogy döntéseket úgy tudunk hozni, hogyha elengedő információval rendelkezünk. És ezt az információt pont az itt lakók tudják megadni nekünk, például, hogy az első kerületben számukra zavaró-e az Airbnb-s lakásoknak a jelenléte. Pont azt akartam kérdezni, mi a probléma az Airbnb lakásokkal? Tehát akkor milyenek a visszajelzések? Ezek szerint többnyire negatívak a visszajelzések így ezzel a formával kapcsolatban? Ugye még zajlik a kérdezés, csak az eddigi beérkezett válaszok alapján tudok egy ilyen benyomásokról beszámolni. Én azt látom, hogy az első kerületben ez a szállásszolgáltatás ez kevésbé problémás, mint mondjuk a pesti oldalnak egyes kerületeibe. Itt azért ezek a lakások is drágábbak, mint a pesti belvárosi kerületekben, és ezért azt gondolom, hogy ide más
fajta turisták jönnek, inkább családok szoktak idejönni az első követbe, vagy inkább idősebb házaspárok, tehát inkább ez a látogatottság, és ezért azt gondolom, hogy kevesebb problémát okozhat talán az itt lakóknak, ez a benyomásom az eddig beérkezett válaszokból. De nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy ma Budapesten lakhatási válság van. És ebben a lakhatási válságban nagyon nagy szerepet játszik az, hogy azok a lakások, amik kikerülnek az ingatlan bérbeadási piacra, azokat hogyan hasznosítjuk. És nagyon sok, az első keretben nagyon sok az olyan lakás, ami vagy nincsen hasznosítva egyáltalán, pedig lehetne, vagy pedig ha hasznosítva van, akkor mondjuk irodának van bérbeadva, orvosi rendelőnek van bérbeadva, vagy pedig a rövidtávú szállásszolgáltatásnak a céljait szolgálja. Ez azt eredményezi, hogy az első kerületben családok számára megfizethető bérlakást találni szinte lehetetlen. De ez most reális kérdés lehet, hogy a járványhelyzet kellős közepén ugye nem valószínű, hogy most az Airbnb lakásoknak a kihasználtsága akkora, mint mondjuk a járványhelyzet előtt. Ugye most szeptember 1-től lényegében véve minden ország vörössé válik, tehát igazából a magyarok sem nagyon mehetnek, de hát azt is meglátjuk majd, hogy egyáltalán tud-e jönni turista, bár valószínűleg a V4 országokból igen. Természetesen most egy megváltozott helyzet van, ezért is gondolom azt, hogy nem kell nekünk most azonnal, tehát mondjuk augusztusban nem kellett már döntést hozni erről, hiába lett volna lehetőségünk rövidtávú felhatalmazásunkra, és ezért gondolom én azt, hogy ezt a felmérést meg kell tennünk, végig kell gondolnunk, van időnk, most éppen a járvány miatt ez az egyetlen előnye talán, hogy most van egy kis időnk alaposan végig gondolni ezt a kérdést, és valóban olyan rendelkezéseket hozni, ami aztán hosszú távon szolgálja mind a kerületben élőket, mind a turizmust, mert hogy ez is egy fontos gazdasági ágazat, nálunk a kerületben talán a legfontosabb, és valóban jót tesz a kerületnek, a kerület fejlődését szolgálja majd ez a rendelkezés. Egyfajta politikai konfliktusoknak lett a szintre Budapest, vagy most akkor biciklisek, biciklisávok, vagy autósok, kinek kedvezzen a főváros vagy a politika. Ön a polgármesterként és városvezetőként hogy látja ezt a kérdést? Jó van minden úgy, ahogy most van, ahogy most kitalálta a főváros, vagy esetleg itt tényleg arról van szó, hogy az autósok valamiféle hátrányt szenvednek? Ma Budapesten 100 utazásból 70 nem autóval történik. Ehhez képest a közterületeink, a közlekedési céljú közterületeink úgy vannak kitalálva, hogy azok az autósok érdekeit szolgálják. Én azt látom, hogy pillanatnyilag nem az a helyzet, hogy az autósokat éri hátrány, hanem az a helyzet, hogy eddig az autósoknak volt kimagaslóan, méltatlanul sok előnye más közlekedőkhöz képest, és ezekből a úgymond szerzett jogokból, mint hogyha vissza kéne adniuk, és ezt nyilvánvalóan nem veszik jó néven. De én nem így látom a világot. Én azt gondolom, hogy nem autósok vannak, meg kerékpárosok vannak, meg gyalogosok vannak, hanem közlekedő emberek vannak, akik azt a közlekedési módot fogják választani az adott utazásukhoz, ami számukra a legelőnyösebb. És ahhoz, hogy ezek közül a közlekedési módok közül reális esélyük legyen választani, tehát hogy valódi választási helyzetben legyenek, ehhez kell a városnak kínálatot nyújtania. Pillanatnyilag a város tényleg úgy van fölállítva, hogy leginkább az autósok számára kínál kényelmes közlekedési lehetőséget. Ezzel szemben a főpolgármester is, és ebben én nagyon egyetértek vele, megpróbál mellé tenni másik kínálatot, hogy más módja is legyen az embernek utazni. Közösségi közlekedéssel, kerékpárral, egyéb módokon, és szerintem ehhez az kell, hogy újra gondoljuk a közterületeinknek a használatát. Hozzáteszem, a pillanatnyi helyzet az úgy alakult ki, hogy tavasszal, amikor kitört a járvány, akkor az volt, hogy a közösségi közlekedést nem tudták használni az emberek, vagy nem merték használni, visszaszorult ennek a használata. Viszont jött a tavasz, nagyon nagy igény lett a kerékpáros közlekedésre, és ezt a kerékpáros közlekedés igényt szolgálta ki a főváros azzal, hogy lehetővé tette, hogy a legnagyobb forgalmú budapesti utakon is biztonságosan lehessen kerékpárral közlekedni. Látszik is a forgalomszámlálásokból, látszik a kerékpár megosztó rendszereken való regisztrációkról, így felszaladtak a grafikonok, de tényleg nagyon-nagyon nagy lett hirtelen a használata. Én azt gondolom, hogy a budapestiek rájöttek arra, megtapasztalták azt, hogy igen, nagyon jól lehet a városban kerékpározni. És
és szerintem ez egy nagyon jó dolog, ez egy szemléletformáló dolog. Az egy másik kérdés, hogy természetesen ez most egy gondolkodásbeli változást is jelent. Az embereknek kell tudniuk váltani, és ez mindig konfliktusokkal jár, ez mindig nehéz, és én nem is akarom azt mondani, hogy akkor most mindenkinek át kell ülnie az autójából a kerékpárra, csak azt gondolom, hogy most van egy ilyen lehetőség, ezt a vírusjárvány fölgyorsította, de most van egy ilyen lehetőség, hogy körülnézhetünk, hogy máshogy is utazhatunk, megpróbálhatunk mást is. Következő hetek és hónapok ezt el fogják dönteni, ezt a kérdést, hogy autósok vagy biciklisek, vagy a főváros olyan tud ehhez viszonyulni. Viszont most egy kicsit nézzünk egy másik témát. Én néztem a Facebook oldalt, illetve a közleményeit is láttam. Itt a szivárványos zászló és a Belarusz helyzet ügyében is kifejtette az álláspontját. Egy ellenzéki polgármesternek, úgymond provokatívan fogalmazva, minden ilyen divatos politikai kérdésben ki kell fejteni a véleményét? Szerintem ez az adott politikusnak vagy az adott polgármesternek a személyes habitusától függ. Én azt gondolom, felelős polgármesterként, hogy része vagyok a magyar politikai életnek, része vagyok a magyar politikai közéletnek. Fontos az, hogy én mi mellé állok, vagy milyen ügyekben állok ki. Nem szoktam minden divatos kérdésben kiállni egyébként. Azokban az ügyekben szoktam megszólalni, amelyeket én valamiért közelinek érzek, amelyek engem megszólítanak. Úgy érzem, hogy közön van hozzá. Pont a belorusz helyzet, meg pont a szivárványos zászló szimbolikája olyan témák, amik hozzám azért állnak közel, mert hogy azt gondolom, hogy olyan emberekről van szó, akik hátrányt szenvednek, akik méltatlan helyzetben vannak, és az én politikai hitvallásomnak része, hogy azok mellett kell kiállni, akik pillanatnyilag valami fajta hátrányban élnek. Akkor mi a véleménye most arra, hogy az SZFE-nek a hallgatói azok hétfő óta elbarikádozták magukat az egyetemen? Hát én nagy csodálattal nézem ezeket a fiatalokat őszintén. Nagyon szomorú folyamat az, ami évek óta zajlik itt Magyarországon. Az egyetemi autonómiáknak a megnyírbálása és a művészeti autonómiának a megnyírbálása. Itt a színművészeti főiskola kapcsán szerintem ez a két ügy, ez pont találkozott. Én nagyon hiszek abban, hogy a tudomány is, meg a művészet is csak szabadságban tud fejlődni, és a mindenkori államhatalomnak nem az a feladata, hogy ebbe az autonómiába belenyúljon, vagy ezt elvegye, hanem az a feladata, hogy ezeket a szabad és autonóm szervezeteket a működésükhöz segítse. Néna Szai Márta, köszönöm szépen, várok vissza majd egy másik műsorba is. A Jövő TV-t nézzétek, olvassátok, a Jövő Rádió pedig hallgassátok. Jó éjszakát, sziasztok!